Jobbródi a szerkesztő nevében is köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Középpont, a mikrofonnál Fekete Rita, és természetesen még mindig az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban fogunk most foglalkozni ebben a riportban is, és köszöntöm nagy tisztelettel Robert C. Castelt, biztonságpolitikai szakértőt, az Israel Democracy Institute kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Jeruzsálemből! Nagyon köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat, és hát külön öröm számunkra, hogy Jeruzsálemből teszi mindezt, és azért is érdekes szempont ez, mert mi itt Európában, meg ugye az a nyugati sajtót olvasva nem biztos, hogy ugyanazokra a következtetésekre jutunk, mint amit akár Izraelben önök tapasztalnak, hallanak, látnak híreket. És az is lenne az első kérdésem, hogy mennyire kapnak például hírt Izraelben az orosz fél által kiadott kommunikációról, mert ugye itt azt tapasztaljuk, hogy Európában, Amerikában, itt a nyugati sajtóban igazából lekapcsolták az orosz oldalakat, mondván, hogy az orosz propaganda nem érhet el most egy ekkora széles közönséget, és jóformán az ukrán nézőpontból látjuk mi ezt a háborút. Én azt hiszem, hogy Izraelben ugyanez a helyzet. Teljes egészében az ukrán narratívát halljuk, és azt tudjuk, amit nagyjából az ukrán fél akarja, hogy tudjunk. Ennek van egy igen komoly veszélye. Van ennek egy igen komoly veszélye. A nyugati közvélemény, a nyugati média, a véleményformálók olyan irányba befolyásolhatják a politikusokat, hogy az nem feltétlenül felel meg a kialakult helyzetnek Ukrajnában. És szerintem egész félelmetes meglepetések várhatnak ránk, hogyha ezen nem változtatunk valamit. Ugye itt az egész világ közvéleményéről van jóformán szó, mármint a nyugati világ közvéleményéről, mert nem csak a politikusokat, de hát országoknak a polgárait is lehet ezzel befolyásolni úgy, hogy akár érzelmi alapon elkötelezik magukat az egyik fél mellett, akár látunk itt Európában is tüntetéseket, orosz nagykövetségek előtt tüntetnek az emberek, sok ezren vonultak utcára Európa városaiban. Igen, szerintem a fő veszély nem is annyira a normatív szinten, hogy kit támogatunk, hogy kinek szurkolunk a lelátóról, hogy megnyeri a végén a háborút. Nem ez a fő probléma szerintem. A fő probléma az, hogy ha állandóan azt csugalják nekünk a hírek, amiket tulajdonképpen Ukrajnából kapunk, hogy az orosz hadsereg milyen inkompetens, mennyire nem haladnak előre, csak problémáik vannak, akkor veszélyesen téves következtetéseket tudunk ebből levonni. És az én félelmem ezzel kapcsolatban az, hogy Európa tulajdonképpen alvajárva egy háborúban találhatja magát Oroszországgal, azért, mert követtünk egy bizonyos narratívát. És csupán annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ez nem egy új eset, ez megtörtént velünk az iraki háborúban. Hogy jött az iraki ellenzék, elmesélte nekünk, hogy Saddam Hussein milyen borzalmakat készít elő, és akkor megtámadtuk Irakot, a végén kiderült, hogy nincsenek atomfegyverek. Tehát nagyon-nagyon veszélyes, mikor csak az egyik oldalról táplálkozunk hírekkel és információkkal. Ott Izraelben egyébként elérnek orosz oldalakat, vagy egyáltalán eljut az orosz kommunikáció, most akár közösségi médiákon, azt tudom, hogy a Facebook letiltotta, ha jól tudom, vagy korlátozza az orosz megjelenéseket, de mondjuk akár a Twitter, vagy olyan oldalak, amiket mondjuk itt Magyarországon mi annyira nem használunk. Önök ezekhez hozzáférnek? Mondjuk úgy, hogy Izraelben van egy nagyon számottevő orosz kisebbség, mondjuk úgy, és egy nagyon számottevő ukrán kisebbség. Most az orosz kisebbséghez tartozók nyilvánvalóan hozzájutnak az orosz információkhoz. Hogy a közönség mit lát, nyilvánvalóan azt látják, mint mindenütt a világon. Ugyebár Magyarországon sincs a főáramú sajtó, az se egy önálló sajtó, tulajdonképpen a New York Times-nak, meg a Washington Post-nak a Google másolatai, ami megjelenik reggel a New York Times-ben, délben azt olvassuk a magyar újságokba és az izraeli újságokba. Is. Tehát ilyen szempontból egy teljesen egy kállételből táplálkozunk mindannyian, és ez nagyon-nagyon veszélyes helyzet szerintem. Világos. De egy picit szeretném kérdezni egyébként a nyugati világ reakcióiról is, ha nem bánja. Mennyire érzi jogosnak, arányosnak, adekváltnak azokat a válaszokat, amit a nyugat részéről érkezik? Gondolok itt a szankciós politikára, arra a politikára, hogy megpróbálják Oroszországot teljesen elszigetelni, akár gazdaságilag, pénzügyileg, illetve, hogy hát ugye az előbb beszéltünk a sajtónyilvánosságról is már.
én biztonságpolitikai szakértő vagyok, és nem etikus, nem a háború etikusa. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ezt a témát levegyük az asztalról, ki kell mondani, hogy ebben a háborúban van egy agresszor, és az Oroszország, ez egyértelmű, még akkor is, ha voltak mindenféle előzményei ennek, tehát van itt egy agresszor, és van egy megtámadott. Most akkor ezt félre lehet tenni, és érdemes lenne beszélni a dolgoknak az objektív részéről. Én úgy gondolom, hogy a nyugati világ évtizedeken át elhanyagolta a honvédelmét. És az, hogy most a tegnapi pacifisták hirtelen fölébrednek, és ők lesznek a legmilitánsabb orosz ellenesek, az nem egy túl okos dolog. Tehát ezt az ukrán háborút a nyugat nem ma vesztette el, könyörgöm. Ezt az ukrán háborút a nyugat elvesztette ezelőtt 20 évvel, mikor Németország nem fegyverkezett meg, Franciaország nem fegyverkezett meg, a NATO többi állama nem fegyverkezett úgy, ahogy kellett volna. Akkor vesztettük el ezt a háborút, nem most. Ez ami a fegyverkezést illeti, ami a gazdasági szankciókat illeti, abban a pillanatban, hogy Kína azt mondta, hogy ő nem csatlakozik, akkor ennek annyi, tehát ezeknek nincsen semmi hatása, hogyha van a kiskapuk, és Kína nem egy kiskapuk, Kína egy nagy kapu tulajdonképpen. Ha már Kína, mit gondol Kína geopolitikai helyzetéről? Ugye sokan mondják itt Magyarországon is szakértők, hogy ez egy nagy veszély, hogyha a nyugati világ rátolja Oroszországot Kínára, ott létrejöhet egy erős szövetség, és hát ez geopolitikailag nem igazán kedvező helyzet igazából a nyugat számára sem. Hát ez pont erre a dologra pont ugyanaz igaz, mint a fegyverkezésre. Ezt a csatát is már régóta elvesztettük. Tulajdonképpen a geopolitikának egyetlen egy fontos kérdése van. Az, hogy ebből a három játékosból melyik az a kettő, amelyik fényre lép, és ki az, amelyik egyedül marad. És Oroszország meg Kína már legalább 10 éve fokozatosan közelednek egymáshoz. És teljesen egyértelműen látjuk, hogy ez a szövetség nem kialakulóban van, ez már kialakult. Mi ebben a helyzetben vagyunk. Tehát ez, amiről a szakértők beszélnek, ez megtörtént ezelőtt 10 évvel, most már egy kicsit késő erről beszélni. Akkor mi lehetne egy jó válasz? Lehet egyáltalán egy ilyen háborúra jó választ adni? Én tudom most, hogy most egy kegyetlen dolgot fogok mondani, de én azt hiszem, hogy az adott körülmények között a legjobb dolog, a legokosabb dolog lenne egy kompromisszumos békét kötni Oroszországgal, tehát Ukrajna szempontjából a legjobb dolog lenne egy kompromisszumos békét kötni Oroszországgal, és elfogadni azt, hogy per pillanat az oroszok diktálják a ritmust. Én nem hiszem, hogy létezne ma olyan erő, miután a kínaiak meg elszabotálták a gazdasági szankciókat Oroszország ellen, nem létezik olyan erő, amelyik meg tudná állítani az orosz hadsereget a mostani felállásban az ellen, hogy Ukrajnára ráerőltessék Oroszország politikai akaratát. Tehát én azt hiszem, hogy kompromisszumos béke most ebben a pillanatban rengeteg szenvedést megsporolna mindenkinek. Ugye, ahogy céloztam már rá, itt Magyarországon is nagyon sokan beszélnek arról, és ön is beszélt róla az előbb már egy pár mondatban, hogy az a narratíva nagyon erős, hogy Putyin tévedett, jóformán elbaltázta, nem tudta gyorsan meghódítani Ukrajnát, nem érte el a kellő eredményeket, és igazából egy vergődés folyik. Önök ezt hogyan látják Izraelből? Én azt hiszem, hogy nem a mi feladatunk az, hogy azt mondjuk a kísérlet alanyára, hogy tévedett vagy igaza van. Mikor beleteszünk egy fehér egeret a labirintusba, és az jobbra fordul, és nem balra, akkor nem mondjuk, hogy az egér tévedett. Meg kell magyarázzuk az egérnek a döntéseit. És amit láttunk, én nem láttam semmi jelet arra, hogy Oroszország egy klasszikus villámháborút készített volna elő a szó szakmai értelme szerint. A villámháború nem azt jelenti, hogy gyere, csináljuk meg gyorsan, és legyünk túl rajta minél hamarabb. Ez nem villámháború. A villámháború specifikus dolgok, mély behatolás és mélységi bombázások, és egy sor katonai lépést, amit láttunk a II. Világháborúban, meg az első háborúban, vagy a 67-es arab-izraeli háborúban. Ezeket most nem látunk. Amit látunk egy nagyon módszeres és nagyon lassú előrehaladást, aminek tulajdonképpen három lépcsőben haladt előre. Az első lépcsőben a cél az ukrán kormány volt, lélektani eszközökkel megpróbálták rákényszeríteni őket arra, hogy kapituláljanak. A következő célpont ez, amit most látunk, ez az ukrán hadsereg. Most jelenleg megpróbálják felőrölni az ukrán hadsereget és a biztonsági erőket, és hogyha ez se fog sikerülni, a harmadik célpont az ukrán nép lesz. És akkor ilyen szíriai, meg ilyen aleppói, vagy grozni beli képeket fogunk látni Ukrajnában. Remélem, hogy nem jutunk oda. Tehát én ezt látom a képekből. Engem nem érdekel, hogy mit mondanak az elemzők. Nézem a térképeket, és figyelem a csapatok mozgását. Ebből semmi olyat nem láttam, hogy itt egy villámháború készült volna.
Világos. Itt nálunk sokan azt is pedzegetik, hogy meg fog-e állni vajon Putyin, vagy pedig veszélyben lehet, akár Lengyelország, Moldova, Románia, hiszen ugye ott NATO szerkezeteket telepítettek. Ön mit gondol, ha Putyin legyőzi Kijevet? Megáll? Mert sokan attól félnek, hogy ha nem kap elég erős válaszokat a nyugat részéről, akkor lehet, hogy további területek lesznek veszélyben. Nekem egy cseppnyi kételjem sincs afelől, hogy Oroszországnak a célja az, hogy minél rövidebb és minél védhetőbb határokon álljon. És ez nem Ukrajna, hanem a Kárpátok vonala és a Fulda és Németország közepén, tehát ezek Németország számára a védhető határok nyugat felé. És Oroszországnak ez az érdeke, hogy minél közelebb legyen ezekhez a határokhoz, és ezt nem feltétlenül most fogja megvalósítani ebben a háborúban, de a hosszú távú trend az orosz politikában az utolsó 10 évben, hogy azt a 9 átjárót, amin meg lehet közelíteni Oroszországnak a belső területeit, azokat egymás után lezárják, avval, hogy kitolják a hatalmukat ezek felé az átjárók felé. És az ukrán háború az még egy lépés abban a folyamatban, ami már 10 éve folyik. És ez folytatódni fog. Kétségtelen, hogy Oroszország folytatni fogja a terjeszkedését, hogyha nem találkozik egy jelentős ellenállással. Nem vagyok benne biztos, hogy most képes a nyugati világ ezt az ellenállást produkálni. Értem, de ez a terjeszkedés ez csak annyit jelentene, hogy mondjuk a NATO visszaszoruljon ezekről a területekről? Ez a terjeszkedést annyit jelentene, hogy azoknak az országoknak, ahol ezek az átjárók jelen vannak, földrajzilag jelen vannak, azoknak a külös biztonságpolitikáját Oroszország diktálja. Szerintem még az is bőven belefér, hogy ezek az országok névlegesen benne maradjanak a NATO-ban, vagy névlegesen benne maradjanak az Európai Unióban. Oroszország számára a lényeg az, hogy ő diktálja a politikájukat. Ezek a celofánok, ez a csomagolás, hogy mondjuk Törökország NATO tag, ennek sokszor csak jelképes jelentősége van, vagy formális jelentősége van. Vannak helyzetek, mikor ez kiül a valódi tartalomból. Tehát akkor ez most egy nagyon direkt kérdés lesz, de akkor anélkül nem lehet ön szerint Oroszországot ebben a terjeszkedésben megállítani, hogy a NATO akár katonailag ne lépne közbe, akár most, akár később? Én más mondok, hogy Oroszországot akkor sem lehet megállítani, hogy a katonai lépne föl most Oroszország jelen, mert a NATO nincs ott. A NATO nincs ott, a NATO nem készült föl erre a megméretetésre Oroszországgal szemben, és nincsenek meg az eszközei arra szerintem, hogy megállítsa Oroszországot. Én nem látom, hogy ez hogyan következne be. Ha nem történik valamilyen drasztikus változás az amerikai politikában, vagy az amerikai közvéleménynek a hozzáállásában ezekhez a dolgokhoz, én nem látom, hogy nem látok olyan erőt, ami jelenleg meg tudná állítani Oroszországot tömegpusztító fegyverek bevetése nélkül. Hát ez egy nagyon-nagyon rossz hír. Akkor egyszerűen az a narratíva, hogy az orosz és ukrán konfliktus csak, ez egy testvérháború, nálunk ilyen szavak is előkerülnek az elemzésekben, akkor inkább ezt egy nagy hatalmi háborúnak kellene, hogy tehát úgy így kéne gondolkoznunk erről, hiszen akkor itt a Nyugat és Oroszország áll igazából szembe egymással. Igen, amit látunk tulajdonképpen az a világrend átalakulása, itt a három nagy játékos, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína közötti erőviszonyoknak az átrendeződése, az egész a nemzetközi világrend logikájának az újrafogalmazása, és Ukrajna pedig csak egy epizód, egy üvegdarab ebben a kaleidoszkóban, ami lassan elkezd forogni. Tájban egy másik ilyen üvegdarab tulajdonképpen, Irán egy harmadik. Akkor azt mondhatjuk, hogy Putyin részéről egyfajta színjáték igazából az, hogy ő leül európai vezetőkkel, tanácskoznak, barátságosan fogadja az EU miniszterelnökeit, járt nála Macron, a német miniszterelnök, a magyar miniszterelnök, fél napokat rászánt, hogy tárgyaljon ezekkel az emberekkel, de jóformán azt csinál, amit akar. Én nem gondolom, hogy ez színjáték lenne. Meg kell érteni, hogy a hatalmaknak vannak politikai érdekei. Ezeket a politikai érdekeket meg lehet valósítani több úton. A diplomácia útján, gazdasági szankciókon keresztül, és katonai eszközökkel is. Putyin megpróbálta diplomáciai eszközökkel és katonai nyomás gyakorlásával, közvetett katonai nyomás gyakorlásával elérni a céljait. Mikor látta, hogy ezeket a célokat nem tudja elérni ezekkel a lágyabb eszközökkel, mondjuk, hogy akkor a katonai eszközökhez nyúlt. Ez így volt, ami ott a világ, ez így volt a határnak között.
Az Ukrajnában élő zsidó közösségről milyen híreik vannak? Én egyáltalán nem vagyok szakértő ennek a témának. Én azt tudom, hogy Izrael mindent megtett, hogy minden olyan Ukrajnában tartózkodó izraelit, vagy Ukrajnában tartózkodó zsidót kimenekítsen Izraelbe, vagy felajánlani nekik a lehetőséget, hogy Izraelbe jöjjenek. Plusz felajánlották azt, hogy Izrael felajánlott, hogy hajlandók vagyunk befogadni minden ukrán menekültet, aki ide akar jönni Izraelbe, legalábbis ideiglenesen. Nyilvánvaló, hogy akik zsidók, azok automatikusan megkapják az állampolgárságot, és letelepedhetnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, az Israel Democracy Institute kutatója volt a vendégünk. Minden jót kívánunk! Én köszönöm. Minden jót köszönöm szépen!